Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket a délvidéki Szabadkáról, a Pannon Televízió stúdiójából. Az év családorvosa a Kárpát-medencében elnevezésű pályázat Kárpát-medencei díjkiosztó ünnepségének egyik helyszínéről. Hamarosan kapcsoljuk az ünnepség budapesti helyszínét, a Hotel Hélia Mercure termét, ahonnan online professzor dr. Balogh Sándornak, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és a Kárpát-medencei Családorvosi Fórum kurátori testülete elnökének ünnepi köszöntőjét közvetítjük. Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek határon innen és határán túl. Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Kárpát-medencei Családorvosorom díjátadó ünnepség kedves résztvevőik, kurátorokat, ismerősöket, ismeretleneket, de mindenképpen azokat, akik azokat az elismeréseket vehetik át a mai délelőtt folyamán, amelyet megérdemelt vagy fiatalkori munkájuk, vagy pedig megérdemelt hosszú életpályájuk szerint fognak megkapni. Nem könnyű az idei év, és nem könnyű a múlt év végén elkezdődött olyan járvány, amely a világ tanástalanul áll, hogy mit kezdjen. Hihetetlen mértékű és mennyiségi tudás halmozódik össze a gyógyítás tekintetében, és egy picikét úgy vagyunk vele, hogy a sok tudásban azért az igazi jó megoldást még nem sikerült megtalálni. Mindenki vár a védőoltásra, és egyben bízik, és másban nem is nagyon tudunk bízni, hogy használjuk a maszkot, a távolságot, a higiénét, és szokjunk vissza ahhoz, amit talán meg sem szoktunk, mert ugye az utolsó spanyol nátha, ami volt annak idején hasonló részünk, az több embert vitt el, mint a nagy háború annak idején. Nem szaporítva a szót, és remélem nem elfelejtve semmit, egy pici kiagizítást a kedves műsorvezetőnek a felvezetésére, hogy megfeleződött tegnap délutántól a munkám, mert a Mauténak már nem én vagyok az elnök, hanem Hajnal Ferenc. Ilyen vonatkozásban azért vagyok ilyen felszabadult és nyugodt. De akkor folytatva a szót, én visszaadnám a szót Zomborra, ahol nét egy általam jól ismert és olvasott, igen szép és kiváló műsort hallgathatunk végig. Köszönjük szépen dr. Balogh Sándornak. Hölgyeim és uraim, kedves kárpát-medencei és délvidéki díjazottjaink, kedves vendégeink, kedves nézőink! Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kárpát-medencei Családorvosi Fórum délvidéki díjátadó ünnepsége házigazdájának, magiszter Hajnal Jenőnek, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének nevében. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm professzor dr. Balogh Sándor elnök urat és a Kárpát-medencei Családorvosi Fórum kurátorumi testületének többi tagját. Dr. Kajzinger Tibort, a Szabadkai Főkonzulátus első beosztott konzulját. Professzor dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkárt. Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnökasszonyát. Dr. Bagi Bojánt, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnökét. Továbbá dr. Bús Máriát, az év családorvosa a Kárpát-medencében pályázat 2017. évi, és dr. Jung Németh Erzsébetet, a 2019. évi vajdasági életműdíjasát. Tisztelettel felkérem magiszter Hajnal Jenő urat, a Kárpát-medencei Családorvosi Fórum kurátori testületének tagját, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt ünneplő közönség, kedves ünnepeltek, kedves intézményvezetők, orvosok, orvosigazgatók, gyógyítók. A doktor bácsi, áldott aranyember, a békeő, a part, a rév, az élet. A magyar irodalom egyik legnagyobb költője, Kosztolányi Dezső városából, Szabadkáról, a családorvosi hivatás dicsérő és díjazó ünnepségen, mi mással is kezdhetné köszöntőjét az ember, mint a költő, a Szegény kisgyermek panaszai című versziklusának egyik legszebb versével, a doktor bácsival. Az orvos és a beteg titokzatos kapcsolatáról szól ez a lírai mű, amikor Kosztolányi így ír. Komoly szigorral lép be a szobába,
Szemébe nézek, és csöppet se félek. Borzongva érzem biztos ujjait, ha kis sovány bordáimon kopog. Számunkra, halandó emberek számára ez a titokzatos kapcsolat maga a szakmai tudás és az elhivatottság iránti tisztelet és alázat. Naponta tapasztaljuk, hogy a családorvos az élet minden pillanatában több, mint a többi ember, pontosabban más, hiszen egészségre törő önzésünk és életösztönünk különleges jelképe ő. A vele való kapcsolat pedig gyakran már szinte gyermeki, vallásos. Mit is várunk el hát tőle? A lehetetlent, a csodát, azt várjuk, hogy varázsló legyen a tudás, az emberiesség és a tapintat varázslója. Így vagyunk a ma ünnepeltjeivel is, hiszen legtöbbjük egyelőre csak egy név, legfeljebb egy kedves és becsült ismerős, aki időnként eszünkbe jut, és eltűnődünk munkásságán, pályáján, sikerein. Hogy ne így legyen, ezen fáradozik már hosszú évtizedek óta a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete, és hosszú évek óta a Kárpát-medencei Családorvosi Fórum kurátori testülete professzor dr. Balogh Sándor elnök úr vezetésével. Hála és köszönet érte, hogy ne csak akkor gondoljunk családorvosainkra, amikor megbetegszünk. Tiszta szívből gratulálok a Magyar Nemzeti Tanács nevében minden kedves díjazottnak, megkülönböztetett szeretettel természetesen a vajdasági ünnepelteknek. Kosztolányi Dezső szavaival kezdtem, vele is fejezem. Erkölcsünk ma meglehetős ingatag alapon áll. De abban senki sem kétkedik, hogy aki egy tüskét kihúz szenvedő embertársa lábából, az helyesen és okosan cselekedett. Erről nem lehet vita. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kedves ünneplő közösség, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete több évtizedes hagyományait folytatva a házi orvosi szakma és hivatás elismertségének növelésén fáradozik. Ezen kívül az utánpótlás helyzetén is szeretne javítani, a kedvezőtlen folyamatokat pedig lassítani vagy megállítani. Ezt a célt segíti az év családorvosa a Kárpát-medencében elnevezésű pályázat idei felhívása és díjkiosztó ünnepsége is, amelyen a vajdaságban egy életmű és két junior díjat osztunk ki. Az első a házi orvosok minőségi munkateljesítményének elismerését, a második pedig a fiatal orvostanhallgatók pályaválasztásának és a szakorvos jelöltek szakmai munkájának és továbbképzésének támogatását irányozza elő. 2020-ban junior díjban részesül Mihalek Nóra, adai fiatal diplomás orvos, és Lajkó Flórián, kavillói orvostanhallgató, akik az artériás hipertónia kezelése az elsődleges egészségügyi ellátás szintjén című dolgozatukkal érdemelték ki az elismerést. Tisztelettel felkérem dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkárt, hogy a díjazottaknak adja át az elismerő oklevelet és az emléktárgyakat. Gratulálunk Mihalek Nórának és Lajkó Flóriánnak, mindkét tehetségünknek, és további sikeres munkát kívánunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig az életműdíj átadása következik. Tisztelettel felkérem dr. Bagi Bolyán urat, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnökét, hogy méltassa dr. Raffai Gyűrög Rózsa általános szakorvos, orvostanár, az év családorvosa a Kárpát-medencében pályázott 2020. évi vajdasági életműdíjasa emberi és szakmai életútját. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete előtt tudom méltatni mai nap a dr. Raffai Gyűrög Rózsa doktornő, orvostanár, családorvos személyét, és elmondom önöknek az ő életrajzát, ön életrajzát. A dr. Raffai Gyűrög Rózsa Szabadkán született 1955. május 24-én. Az általános és a középiskolai iskolát szülővárosában végezte el. 1970 és 74 között osztálya a diákjai és a nagy múltú Szabadkai Gimnázium legjobbjai közé tartoztak. 1974-től 1980-ig az Újvidéki Egyetem általános orvosi karán folytatta tanulmányait. Itt is diplomázott. Pályakezdő orvos gyakornokként a Szabadkai Városi Közkórház és Szabadkai Egészségházban kezdett el dolgozni. Első munkahelye a Topolyai Hadzsi János Egészségház volt, ahol vállalati orvosként 8 óra munkaidő alatt 4 munkaszervezet rendelőjében látta el a betegeket. Ezután a Szabadkai Egészségügyi Középiskolában kezdett el tanítani orvosként, sebészet és neuropszichiátria tantárgyakon kívül minden más szaktantárgyat. 1994-ben adódott lehetősége arra, hogy családorvosként folytassa hivatását a Szabadkai Egészségház általános orvosi szolgálatának gerontológiai központjában. A rendelő 3 orvosa és hozzájuk tartozó nővérek látták el a városrész és a gerontológiai központ lakóit, valamint a központhoz tartozó 2 idősek otthonának betegeit. Itt már az intézet nővérei segítettek munkájukat. A március 27 utcai otthonban 160 beteg ellátása tartozott hozzá heti 2 alkalommal. A többi napon a központi rendelőben dolgozott, de az egészségügyi iskolához sem lett hűtlen, hiszen továbbra is tanított, mégpedig mikrobiológiát és kortan alapjait. Megszakítás nélkül 1989 és 2017 között összesen 28 éven át volt az iskola orvostanára. 2014-ben közvetlenül nyugállományba vonulása előtt a gerontológiai központ átszervezése miatt a 6-os száma általános orvosi rendelőben kezdett el dolgozni. Nem volt könnyű számára a változás, hiszen páciensek többsége a városközpontban maradtak. Az ő ajánlásuk alapján 2012-ben az év praxisa a Kárpát-medencében című az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi államtitkársága által meghirdetett pályázatán az internetes szavazáson több mint 200 házi orvos közül 2 nővérasszisztensével bekerült a 10 legjobb praxisa közé. Egyébként mérhetetlen megelégedéssel vette tudomásul a digitalizáció nyújtotta lehetőségek széles skáláját, mint a tanügyben, mint pedig az élet más területén is. A korábban kézzel írt és sokszorosított tananyagot számítógépen szerkesztett jegyzetei váltották fel. Az előadások anyaga számítógépes prezentációban nyert új formát, így az előadások érdekesebbek, színesebbek, érthetőbbek lettek. Több éven át tanulói, tartományi, köztársasági, valamint Kárpát-medencei versenyeket nyertek elsősegélyből és más szaktantárgyakból. Ebben a felkészítő tanár mellett egy kicsit benne volt minden tanár és orvostanár munkája is. 2001-ben Kortan című ismeretterjesztő füzetet írt, amely mint segédtankönyv a magyar tagozatokon segítette a diákok anyanyelvén folyó tanulását.
minden tanítványára nagyon büszke. Azokra is, akik kórházokban vagy háziorvosok asszisztenseként, szakápolóként dolgoznak, de azokra is, akik orvosként, egyetemi tanársegédként, adjunktusként, doktor gyógyszerészként, kutatóként, itthon vagy elismert szakemberként a határon túl, illetve orvostanárként a Harvardon gyógyítanak, kutatnak és vagy tanítanak is. A páciensek bizalma és a tanítványai helytállása, a sikeressége volt az a hajtóerő, amely az évek hosszú során a családi orvos és orvos tanári pályáján megtartotta. 2018. december 26-án, karácsony másnapján családi okokból nyugdíjba vonult. Életét immár unokáinak szentelve, de még mindig tanácsokkal segítve tanúgyi témában, illetve egészségügyi kérdésekben a hozzáfordulókat. Szent György Albert Nobel-díjas magyar orvossal, biokémikussal együtt vallja. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jó végzett munka örömét, megizlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. Köszönöm szépen! Tisztelettel felkérem dr. Vickó Ferenc egészségügyi államtitkár, dr. Bagi Bolyán urat, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnökét, és magiszter Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, hogy a díjazottnak adják át az elismerő oklevelet és az emléktárgyat. Ugyanakkor egy-egy virágcsokorral köszöntjük dr. Bús Máriát, az év családorvosa a Kárpát-medencében 2017. évi, és dr. Jung Német Erzsébetet, a 2019. évi vajdasági életműdíjasát. Tiszta szívből gratulálunk dr. Rafai Győrög Rúzsa általános orvosnak, orvostanárnak, és arra kérem, hogy röviden szólja most az egybegyűltekhez. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt vendégek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen az ünnepségen. Megtiszteltető a jelölés, illetve a díj, amit a mai nap kaptam. Még fel sem tudom fogni, hogy mindez velem történt. Valahogy úgy gondolom, hogy ebben a történetben nem csak én vagyok benne, hanem minden kiváló kollégám, akik elhivatottan végzik munkájukat nap mint nap, úgy, ahogy teszik dolgukat, úgy, ahogy azt tenni kell, úgy, ahogy tanultuk, illetve ahogy a Hippokratészi esküben meg van írva. Úgy gondolom, hogy ez a történet azokról a tanítványokról szól, arról az több mint 1700 tanítványról, akiket az elmúlt évek során tanítottam, és akik, ahogy dr. Bagi Bolyán is említette, helytállnak úgy itthon, mint határon túl, úgyis, mint egészségügyi nővérek, orvosok, tanárok, illetve az élet más területén végzik hivatásokat. Nagy örömömre szolgál, hogy az egészségügyi középiskola tanárait a mi fiatal tanítványaink is feltöltik, illetve ők tanítják, ők viszik tovább azt a tudást, amit mi átadtunk nekik, azt az értékrendet, amit mi képviselünk,
amit mi is a tanítóinktól kaptunk örökbe, megőrzésre és tovább örökítve. Nagyon szépen köszönöm pácienseimnek a bizalmat, családomnak és barátaimnak a támogatást. Fiatal kollégáknak nagyon sok sikert és kitartást kívánok, mindannyiuknak pedig nagyon jó egészséget. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Verebes Ernő, folyók fölött. A mélység most magas lesen, körüllengi, mint kegyes halál a szél. Ismerős sehol, csak egy idegen, ki kavicsot haigál és magában beszél. Hangja kong akár egy üres fiók, de ott nyüzsög benne minden, amiben nincs már ki higgyen, mint tükörben a reflexiók. Hullámok gyűrűznek, a tér kitágul, s ő magára ölti azt árruhául. Félted-e hazádat, mit akár a kabátod, te melegítsz, hogy melegítsen? Azt mondják, ugyanígy szeret az Isten. Kövekkel csobbantott köreit között, otthonra lelhetsz itt idegen barátom, országok híján, folyók fölött. Verebes Ernő Folyók fölött című költeményét hallottuk Krnács Erika előadó művész tolmácsolásában. Ezzel a verssel, amely a folyók fölötti nemzeti összetartozás gondolatát és üzenetét fogalmazta meg, köszönünk el a szabadkai és a kárpát-medencei közönségtől, és átadjuk a szót a budapesti helyszín moderátorának. Köszönjük szépen!